40 évvel ezelőtt, 1981-ben, közel 80 taggal alakult meg Nyírbátorban a Horgász Egyesület, amely azóta is töretlenül működik. Jelenleg 180 teljes értékű és közel 500 pártoló taggal. Az Egyesület kezelésében működik a Szénaréti tó, amely 2001-ben egy önkormányzati kotrás után nyerte el jelenlegi formáját. Ekkor 8,1 hektárral bővült, a most 11 hektáros tó mélysége 1,1-től 2,2 méterig terjed. A Szénaréti tó népszerűsége annak is köszönhető, hogy különleges vízzel rendelkezik. Ez is egy mérföldkő az életünkben, ugyanis mikor megnyitott a Sárkány wellness fürdő, attól a pillanattól kezdve egy turbinán keresztül hűtött tiszta termálvíz folyik be a tó strand felőli oldalán. Ez naponta 3 alkalommal folyik be. Ennek köszönhetően soha nem volt víz problémánk, tehát apadás minimális volt, tehát egész évben horgászható, és télen is egy nagyobb szakaszon ki van olvadva, hogy nem fagy be, így elég sikeresen lehet horgászni, horgászati tevékenységet folytatni. Ezt a vizet a csigák és a kisebb biológiai rákfajták nagyon szeretik, könnyen szaporodnak benne, melléjük pedig rendszeresen telepítenek halakat is a tóba, főleg Hajdúszoboszlóról érkező pontyot. Az idei telepítés az elmúlt hétvégén kezdődött közel 10 mázsa hallal, és egészen októberig tart 3 hetes időközökkel. Mondhatom azt, hogy nagyon sok horgászunk van, és nagyon sokan már afelé gondolkodnak, hogy nem, nyilván nem csak a konyhára horgásznak, hanem betartjuk ezt a catch and release-t, magyarul fog meg is enged vissza. Tehát nagyon szép állományunk van, mondhatom azt, több 10 kiló feletti példány, pontból került kifogás a tavaly évben is, illetve harcsából ilyen 50 kilós nagyságrendűek is kerültek kifogásra. Minden horgásznak, így a nyírbátoriaknak is alkalmazkodniuk kell az aktuális járványügyi szabályokhoz. A Magyar Országos Horgász Szövetség tájékoztatója szerint a sporthorgászat a 2021. március 8-tól március 22-ig terjedő időszakban egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. A horgászat során a belterületek kivételével nem kell a maszkot viselni. Az említett időszakban állami horgászvizsgákat és versenyeket sem lehet tartani. Az este 8 és reggel 5 óra közötti kijárási korlátozás a horgászokat is érinti, ennek értelmében a közkedvelt éjszakai horgászat továbbra sem engedélyezett.